A csacsacsa tánc lépéseit sajátíthatták el a gyerekek és szüleik az S plusz T Studio Kft. Szekszárdi telephelyének felső emeletén, és miközben a gyerekek önfeledten táncoltak, szüleik az alsó szinten különböző érdekes előadásokon vehettek részt. Megtudhatták például, hogyan lehet elkerülni a kiégést, és milyen veszélyeket rejt a közösségi média. Társas kapcsolatok térképezhetők fel, akár hiszik, akár nem, a rendőrség folyamatosan a Facebookot használja egy bűncselekmény kapcsán, megnézik, ki kivel ilyen társas kapcsolatban van. Snetz Csaba 6 éve dolgozik a cégnél asztalosként. Azt mondja, azért szeret itt dolgozni, mert olyanok, mint egy család, mindig számíthatnak egymásra. A családi napra pedig véleménye szerint azért van szükség, mert így kötetlen formában is együtt tudnak lenni a dolgozók. Nagyon jó, sok program van, ugye a gyerekeknek is csomó foglalkozás, meg ilyenkor tudunk együtt lenni az egész cég, mert ugye különböző csoportok vannak, raktár, vállalkozás, pénzügy, mi is külön a Metalóba is, ilyenkor vannak azok a pillanatok, amikor össze tudunk ülni tényleg együtt és egy napot eltölteni. Szommerné Benkő Ágnes fél éves kisbabájával érkezett a családi napra. Azt mondja, a cég nem feledkezik meg a kismama dolgozókról sem. Minden eseményre meghívják őket, és számtalan más formában is segíti a gyerekes munkavállalókat. Nagyon sok mindenben mondanám azt, hogy családbarát a cég. Nagyon sok programot szervez. Ilyen többek között az építők napja is, az egy ilyen háromnapos hétvége szokott lenni. A dolgozók minden családtagjukkal meg vannak hívva. A családi vállalkozás vezetőjének az a célja ezekkel a programokkal, hogy az összetartozás érzése erősödjön a dolgozókban, és jó munkahelyi légkör alakuljon ki, mondta a cég vezetője, Cang Géza. Úgy gondolom, hogy van egy olyan feelingje a cégnek, olyan hangulata, amely miatt szívesen dolgoznak itt nálunk a kollégák, és reméljük, hogy ezen a módon is hozzá tudunk járulni, hogy jól érezzük magukat itt. Az S plusz T Studio Kft. Családi napja egy közös ebéddel és gyermekeknek szóló programokkal záródott.